Üdvözlöm, Parajd István vagyok, az ausztriai magyar ingatlanos, és egy csodatos helyről, Falkendorfból, egy ingatlantól jelentkezem most. Ez egy panzió, egy volt panzió, ami felújítás után újra panzióként használtok, kb. 8 kilométerre van Kreisbergi sípájának a felvonóalja. De nem erről akarok ma beszélni, hanem egy nagyon fontos kérdésről, hogy amikor eladnak egy ingatlant, hogy mi a rezsije? Sokan ezt kérdezik. Na most vannak olyan társasházi ingatlanok, ilyen nyaraló ingatlanok, ahol ezt meg tudjuk mondani, hiszen van egy előtörténete. De mint például ennél a panziónál nem tudom megmondani teljesen pontosan. Azt tudom, hogy körülbelül 10-15 eurónál nem lesz több, ha panzióként üzemel. De hogy pontosan mennyi lesz, azt nem tudom megmondani, mert az korábbi tulajdonos, itt például egyedül egy öreg hölgy lakott, az ő fogyasztása, az ő használata nem mérvadó a jövőre nézve. Például ilyen szokott lenni az, hogy az osztrákok többsége nem fűt, vagy csak akkor, ha igazán hideg van, és általában 18-16 fokos levegő mellett alszik. A magyaroknak ennél sokkal több kell. Tehát attól, hogy az, hogy milyen volt a korábbi rezsije, azt legtöbbször nem lehet megmondani, az a használattól fog függni. Nyilván vannak olyan fix költségek, mint például az ingatlannak az adója, a csatorna, a vízdíj, nagyságrendileg, tudjuk azt nagyjából, hogy mennyi a szemétszállítás, és így tovább, az önkormányzati díjak, meg a biztosítás nagyjából, de pontos rezsit nem nagyon lehet kiszámolni. Ez a használattól szokott függni. Úgyhogy ez a kérdés igazából van, ahol jogos, van, ahol nem lehet erre konkrétan válaszolni. Ráadásul sok olyan van, mint ez a ház, ahol modernizálni kell, ahol például cserére kerül mondjuk bármiféle ablak vagy egyéb dolgok, a funkció megváltozik, több ágyat, több szobát fognak fűteni. Innentől kezdve a fűtés és a rezsi jelentősen változhat a korábbi egy hölgy által használt állapothoz képest. Úgyhogy nagyjából tudok erre válaszolni a legtöbb ingatlannál, de mindenütt pontosan nem tudom megmondani. Jelentkezzen az ingatlanos hétvégére, regisztrálni a weboldalunkon, és valószínűleg találkozunk az önnek megfelelő ingatlannál. Sok sikert kívánok önnek, és szép napot!